Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Koronavírus miatt vizsgáltak ki egy szexárdi angoltanárt, az iskola igazgatója cáfolja, hogy megfertőződött a Milánóból hazatért pedagógus. Családon belüli erőszak, az elmúlt hónapokban több családot kellett kimenekíteni Szexárdon. Határtalanul, Torna megyében több mint 2000 diák vesz részt az állami programban. Holták fejlesztés, Bugyiszlón új családbarát partisáv épült. Több családon belüli erőszakra derült fény az elmúlt időszakban a Dél-Dunántúli régióban. Ez annak is köszönhető, hogy a szakemberek is tájékozottabbak, jobban felismerik az erőszakra utaló jeleket, és maguk az érintettek is kezdik elhinni, hogy érdemes segítséget kérni. Meg is teszik, többen mentek a krízis ambulanciára, Szexárdon pedig 4 család kért segítséget csak az elmúlt 2 hónapban a Család és Gyermekjóléti Szolgálattól. Őket védett házba kellett menekíteni az agresszor családtag miatt. Több családon belüli erőszakra derült fény az elmúlt időszakban a régióban, ezt mondja a Dél-Dunántúli regionális krízis ambulancia vezetője. Proszonyák Ida kifejtette a Szexárdon tartott szakmai napon, véleménye szerint ez annak is köszönhető, hogy a jelzőrendszer tagjai, úgy mint a védőnök, rendőrök, tanárok, jobban felismerik az erőszakra utaló jeleket, és maguk az érintettek is kezdik elhinni, hogy érdemes segítséget kérniük, és meg is teszik. A krízis ambulanciához is döntően gyerekes családok fordulnak, de más csoportok tagjai is megkeresték őket mostanában. Mi a krízis ambulancián tapasztaljuk, hogy 20% az 50 év felettieknek az előfordulása, és közel 15% a 60 év felettieknek az előfordulása a krízis ambulanciánkon, akik segítséget kérnek. Ezen kívül nincs rálátásunk nagy valószínűséggel a családban, a fogyatékkal élő, egyéb korlátozottság miatt azokra a bántalmazottakra, akik önmaguktól nem tudnak kihez segítségért fordulni. Szexárdon is több párkapcsolati erőszakot és családon belüli erőszakot jeleztek a szakemberek az elmúlt egy évben, és több bántalmazott kért segítséget a Humán Szolgáltató Központtól. Csak az elmúlt 2 hónapban 4 családot kellett kimenekíteni Szexárdon, őket az úgynevezett védett házban helyezték el, hogy ne találjon rájuk az erőszakos családtagjuk. Az figyelhető meg, hogy valami változás történt. Nem gondolom, hogy több lenne a hozzátartozói erőszak, vagy a családon belüli erőszak, hanem azt gondolom, hogy ez most elért egy olyan küszöböt, aminél már mindenki valamiféle felelősséget érez, és azt gondolja, hogy itt jelezni szükséges. Tavaly 12 esetben derült fény arra, hogy családon belül bántalmazták a gyerekeket. Ezek közül egy esetben történt szexuális erőszak. A gyermek elhanyagolása miatt 20 esetben, családi konfliktus miatt 52 esetben kellett intézkedniük a Szexári Család és Gyermekjóléti Központ szakembereinek. A legtöbb munkát a szülők vagy a család életvitele adta nekik. Szenvedélybetegség és antiszociális viselkedés miatt 112 esetben kellett beavatkozniuk. Koronavírus miatt vizsgálták ki a szexárdi Karai János Gimnázium egyik angoltanárát. A gyanú azért merült fel, mert a pedagógus Milánóban járt, és hazatértekor nem érezte jól magát. A gimnázium igazgatója cáfolta, hogy karanténba kellett volna vonulnia koronavírus miatt. Helyman Józsefné közölte, az angoltanárt kivizsgálták a szexárdi Balassa János kórházban, és mindent rendben találtak nála. A pedagógus jelenleg otthon lábadozik, tanítani valószínűleg a héten nem fog. Egy gyanú azért merült fel, mert a dél-Itáliában volt a kolléganő, és szombaton érkezett haza, és ugye ez az itáliai, vagy dél-olaszországi tartózkodás miatt merült fel a gyanú egyáltalán az, hogy
valamilyen gyanúról szó lehet. A Határtalanul program pályázóit segíti az az információs nap, melyet Pakson tartott Potápi Árpád János államtitkár a helyi általános és középiskolásoknak, valamint pedagógusaiknak. A program keretein belül magyarországi iskolák tanulói osztálykirándulásokon vehetnek részt a szomszédos országok magyar lakta területein az állam támogatásával. A Határtalanul programban már mintegy 400 ezer magyarországi és külhoni gyermek vett részt az elmúlt közel egy évtizedben. Hangzott el azon a tájékoztatón, melynek egyik állomása Paks volt. Helyi általános és középiskolások, valamint tanárai kaptak lehetőséget az információszerzésre. Azért is csináljuk ezt az országos körutat, tájékoztató körutat, hogy minél többen tudjanak pályázni, illetve a szervezőket, tanárokat tudjuk megszólítani még inkább ezzel a roadshow-val. Itt Tolna megyében már második alkalommal rendezzük ezt meg. Tolna megyében több mint 2000 diák vesz részt a programban, és közel 600 határon túli fiatal járt megyénkben. A nemzeti összetartozás 100 éves évfordulója kapcsán is nagy hangsúlyt kap idén a program, véli Paks polgármestere, aki elmondta, Paks több határon túli magyar lakta testvértelepüléssel ápol kapcsolatokat. Ezek jó része is a fiatalokról szól, hiszen ők azok a generáció, amelyekre számíthatunk majd a későbbiekben is, hogy nyilván ápolják majd ezeket a kapcsolatokat. Az atomerőmű beruházás kapcsán a szakképzést is be tudják vonni a programba. Keressük azokat a kapcsolatokat, amivel a külföldön élő, a szomszédos országban élő magyar munkavállalókat ide tudnánk csábítani a Paksi atomerőmű bővítésére, ugye a Paks 2-es projektbe. Mintegy 100-105 ezer diák utaztatására lesz lehetőség ebben a tanévben, akik az állam támogatásával osztálykirándulásokon vehetnek részt a szomszédos országok magyar lakta területein. 140 millió forintos pályázati forrásból újult meg a Bogyiszlói Holtág egy része. A fejlesztés a Területfejlesztési Operatív Program támogatásából valósult meg. Horváth István országgyűlési képviselő azt mondta, tervek készülnek a térségben található holtágak kotrására, mert ebben a kérdésben ez jelenti a legnagyobb gondot a helyi önkormányzatok számára. Sétány, közvilágítás, játszótér, partvédelem. Néhány elem abból a fejlesztési csomagból, mely a Területfejlesztési Operatív Program finanszírozásából 140 millió forintból épült meg Bogyiszlón. Az eredeti tervek egy közel 500 milliós fejlesztést tartalmaztak, ám a lehetőségek ekkora beruházást engedtek megvalósítani, mondta Tóth István polgármester. Bogyiszlói Holtág, amelyik ennek a településnek egy óriási kincs, annak a turisztikai, idegenforgalmi jelentőségét megnöveljük, úgy, hogy olyan attrakciókat hozunk, amelyekre valóságos szükség mutatkozik, és hát a holtágba pedig olyan beavatkozásokat tegyünk, amely az életét egy ilyen holtágnak meg tudja hosszabbítani. Ez a beruházás jó példája a TOP alapelképzelésének, mondta Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, hiszen az itt élők életminőségének javítását eredményezheti. A területi operatív programnak az volt a célja, hogy Magyarországon, a magyar vidéken, a magyar településeken olyan fejlesztéseket hozzon létre ez az Európai Uniós forrás, amely az itt élőknek lehetőséget biztosít, az ide látogatóknak élményeket ad, és a jövőt megpróbálja segíteni, ha nem is biztosítani, de segíteni. Azt gondolom, hogy ez itt teljesen kézenfekvés, teljesen egyértelműen erről szól ez az itteni beruházás. Horváth István országgyűlési képviselő többek között arról is szólt, a térség holtágainak fejlesztése elsősorban a kotrása, mint meghatározó feladat, átfogó térségfejlesztési tervet kíván. Épp múlt héten ültem le a térség településeivel, a Tolna, Fad, Fácánkert, Bogyiszló, mondjuk a holtágok szempontjából ugye Tolna, Fad és Bogyiszló települések érintettek, és most készítünk egy olyan közös munkaanyagot, ami a természetvédőket bevonva, a környezetpolitikát bevonva, ugye jelen pillanatban most egy aktuális sláger a politikában a zöld programok és a természetvédelem. Én azt gondolom, hogy erre mi egy jó programot tudunk összerakni. A most átadott fejlesztések használati és működtetési jogát az önkormányzat átadja a helyi horgász egyesületnek, erősítve ezzel a civil szféra szerepét Bogyiszló mindennapjában.
Nem javasolják a Szekszárdi Kultúra, Civil Szervezetek Városmarketing Bizottság tagjai, hogy a város közgyűlése tárgyalja a polgármester által előterjesztett költségvetés tervezetet a mostani formájában. Azt mondják, szerintük a tervezet nincs kellőképpen részletezve egyelőre. Összesen 5 napirendi pontot tárgyaltak kedden délután a Szekszárdi Közgyűlés Kultúra Civil Szervezetek Városmarketing Bizottságának tagjai. Ezek közül az egyik a város fideszes polgármestere Ács Rezső által előterjesztett idei költségvetés volt. A bizottság tagjai a tervezetet ebben a formában nem javasolják a közgyűlésnek tárgyalásra, mert mint az elnök mondta, szerintük több fontos részlet nincs kellőképpen kibontva a dokumentumban. Mi nekünk is van, tehát a szakbizottságnak is van véleménye. Számunkra is akadt a költségvetés tervezetben olyan rész, amelyet szeretnénk, hogyha a polgármester úr vagy akár az önkormányzat, a városháza munkatársai jobban kibontanának, hogy érthetőbb és világosabb legyen. Bízunk benne, hogy ez megtörténhet, és a közeljövőben elkészülhet a 2020-as költségvetés. A kábítószer fogyasztás visszaszorításán dolgozó Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum szakmai beszámolója is szerepelt a bizottság napi rendi pontjai között. A Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum főként a város költségvetésének és pályázatoknak köszönhetően tavaly több prevenciós programot és konferenciát is szervezett. A bizottság elnöke most azt mondta, bízik abban, hogy a korábbi jó kapcsolat továbbra is megmarad az önkormányzat és a KEF tagjai között. Kálóczi Andreát fogjuk meghallgatni, aki kiváló szakember, és bízunk abban, hogy ebben az új felállásban is a közeljövőben hatékonyan tudunk együttműködni. A bizottság tagjai a költségvetés tervezet mellett még egy napirendi pontot nem javasoltak a közgyűlésnek tárgyalásra, az szintén a költségvetéssel és a város adósságaival függött össze. Nem támogatják a szociális intézmények térítési díjainak emelését a Szekszárdi Szociális Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság tagjai. Abban viszont megegyeztek, hogy forrást biztosítanak úgynevezett esetmegbeszélésekre, amiken a szülőket tájékoztatnák pedagógusok bevonásával az aktuális droghelyzetről. A Szociális Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság tagjai sem javasolják a mostani formájában tárgyalásra a közgyűlésnek a költségvetés tervezetét. Ők is hiányolják a részletes kidolgozását a dokumentumnak. A Kábítószer Egyeztető Fórum vezetőjével viszont megállapodtak abban, hogy úgynevezett esetmegbeszélések megtartását támogatják majd. Ezeken az alkalmakon pedagógusok bevonásával tájékoztatnák a városban élő szülőket arról, hogy a drogokkal kapcsolatos milyen veszélyek leselkednek a fiatalokra. Szintén téma volt a Vasvári Pál utcai forgalmi rend. Az ott élők közül néhányan ugyanis kérték az önkormányzatot, hogy korlátozzák az autók behajtását. A bizottság tagjai most úgy döntöttek, egyelőre nem hoznak végleges döntést az ügyben, inkább egyeztetnek még a helyiekkel, ők pontosan mit szeretnének. A szociális intézmények térítési díjának módosítását is levették a napirendi pontok közül a bizottság tagjai. Zaják Rita elnök azt mondta, emelést semmiféleképpen nem akarnak megszavazni, ugyanis például az idősek otthonában olyan emberek élnek, akik nem biztos, hogy elbírják a magasabb költségeket. Egy gyalogátkelőhely kialakítását javasolja a Szekszárdról kivezető Bátaszéki útra Máté Péter, a Fidesz szekszárdi frakció vezetője. Többek között ezt vitatta meg a pénzügyi bizottság legutóbbi ülésén, ahol a 2020-as költségvetési tervről és a SIO projektről is szó volt. A Szekszárdról kivezető Bátaszéki úton számos buszmegálló található meg, ám a több kilométeres szakaszon egy zebra sincs, így veszélyes az úton átkelni. Éppen ezért javasolja egy gyalogátkelőhely kialakítását Máté Péter, a Fidesz-KDNP szekszárdi frakció vezetője, a pénzügyi bizottság elnöke. Ennek költsége 16 millió forint lenne, amit a 2020-as költségvetésbe bele is terveznek. A Város Pénzügyi Bizottság a legutóbbi ülésén több pontban foglalkozott az idei költségvetéssel. Máté Péter azt mondja, a már megkezdett és támogatott beruházásokat mindenképp folytatni kell, ellenkező esetben a városnak vissza kell fizetnie a támogatás összegét. A költségvetés főösszeg a 19 milliárd 600 millió forint, ez feltételezhetően változatlan marad. Amit ezen lehet változtatni a költségvetésen, hogyha valami más szeretnénk beletenni költségoldalon, akkor a másik oldalról el kell venni. Tehát az összeg nem változhat, amire ennek két serpenyője van, a kettőnek egyensúlyba kell maradni, ezt próbáljuk megoldani különféle javaslatokkal.
A pénzügyi bizottság ülésén a SIÓ projektről is szó volt, aminek keretében többek között a Palánki híd melletti területen egy új út épül, és parkolókat is kialakítanak majd, ám a terület nem csak a szekszárdi önkormányzatot, hanem több egyesületet és intézményt is érint. A felek egyeztettek az út tulajdonosi viszonyairól, az út kezelésének jogáról is. A Szekszárdváros, Kajakkenu szakosztály és a megye közösen pályázott erre a projektre, és ennek volt, azt tegnap vagy tegnap előtt volt ennek egy egyeztetése is. A város ebből a részből utat és parkolót fog építeni, de alkalmazkodni kell az épület építéshez is, valamint van ott egy pihenő tér, aminek az építéséhez is közműveket kell közben vezetni, tehát vizet, villanyt. A közgyűlés következő ülésén tárgyalják majd meg a tagok a 2020-as költségvetést, és az előterjesztésekről is ott határoznak majd a képviselők. A csütörtöki közgyűlés témája lesz a Szekszárdi Sportközpont új vezetőjének megválasztása. Ács Rezső polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, 4 pályázat érkezett, ebből 2 érvényes, szekszárdi pályázó nincs. A januári közgyűlésen született döntés arról, hogy Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntetik. A posztra pályázatot írt ki a város. Ács Rezső polgármester azt mondta, 4 pályázat érkezett hozzájuk, ebből 2 később nem adták be a kért hiánypótlásokat, így 2 maradtak. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság napirendjén zárt ülésen szerepelt a téma. A polgármester azt mondja, egy budapesti jelentkező lehet a befutó. Kíváncsi leszek majd arra, hogy egy ország másik végéből érkezett pályázó, aki nem olyan ismeri Szekszárdot, hogy fogja majd ezt átvenni és továbbiakban tudni és üzemeltetni is. Én remélem, hogy jövőben azért lesznek majd olyan döntések is, amikor tényleg a szekszárdiakat helyzetbe hozzuk. Ács Rezső azt mondja, egy sportközpont működtetése szertágazó feladat, mint pusztán egy sportcsarnok vezetése. Én félek egy kicsit attól, hogy meg a sportközpont az milyen módon és hogy fog majd működni, hiszen nem csak maga az intézmény működtetése volt fontos, hanem sok olyan rendezvény volt, amelyet a sportközpont bonyolított. Például szeretnék visszautalni, hogy néhány éve vette át a város a Gemenc nagydíjnak a szervezését, és ezt a Balázsék remek profi módon csinálták, hát meglátjuk majd, hogy fog ez folytatódni. Azzal a kiegészítéssel, hogy 2020-ban, augusztusban Szekszárd rendezni az IASZ világbajnokságot, tehát nagyon komoly kihívás előtt állunk. A téma a közgyűlés csütörtökön délután 4 órakor kezdődő ülésén is szerepel majd, várhatóan zárt ülésen tárgyalnak róla. A közgyűlés élőben lesz látható a Tolnatáj Televízió YouTube csatornáján, illetve 17.30-ig az RTV Szekszárd képcsatorna is élőben közvetíti a testület ülését. Szombaton reggel 9 órakor pedig teljes terjedelmében megismétlik. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Járművásárlás és átalakítás. 3 kategóriában igényelhetnek támogatást a súlyos mozgáskorlátozottak. Sok a szabálytalanul parkoló jármű Pécsett. Több ezer autóst bírságoltak meg tavaly a városban. Gyertyagyújtás. Csukás Istvánra emlékeztek Balatonszárszón. Új és használt autó vásárlására, illetve átalakítására igényelhető támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személyek részére. Ezeket a kérelmeket március 1-től megyei szinten a kormányhivatalok bírálják el. Idén március 31-éig, majd szeptember 30-áig nyújtható be az igénylés. A hatósági főosztály 75 nap alatt hoz döntést a dokumentumokról, ezután 4 hónap áll rendelkezésre a tervezett beszerzés megvalósítására. Március 1-ével a járási hivatal helyett a kormányhivatal bírálja el a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési, illetve átalakítási támogatásának kérelmeit. A járművekre vonatkozó igényléseket idén március 31-éig, valamint szeptember 30-áig nyújthatják be az érintettek a hatósági főosztályra. Azok a kérelmek, amiket már korábban beadtak az illetékes járási hivatalnál, automatikusan átkerülnek a kormányhivatal munkatársaihoz. Az igénylés után egy jogi formai ellenőrzése történik a benyújtott kérelmeknek, majd egy orvos szakértői bizottság rangsort állít föl, és a rangsor alapján a keretszámnak biztosított mennyiségben tudunk határozatot hozni. Ami fontos, hogy a határozat után viszont 4 hónapon belül meg kell valósítani a tervezett beszerzést. Ugye több típusú beszerzésről beszélünk, lehet igényelni
új gépjármű esetében 1 millió forintos támogatást. Használt gépjármű vásárlás esetén a támogatás a vételár 60%-a, de maximum 600 ezer forint. Emellett átalakításra is benyújtható kérelem, ebben az esetben a támogatás mértéke 90 ezer forint. A tavalyi évben minden kategóriában érkezett igénylés, összesen 161 határozatot hozott a kormányhivatal. A dokumentumokat személyesen is be lehet nyújtani, a hivatal azonban azt javasolja, aki teheti, ügyfélkapun keresztül elektronikus módon vegye igénybe a szolgáltatást. Több mint 4000 esetben intézkedtek a pécsi közterületfelügyelők a szabálytalanul parkoló autósokkal szemben tavaly, derült ki a szervezet beszámolójából. Az egész városban jellemző, hogy a gépjárművezetők nem figyelnek a szabályokra, mikor meg akarnak állni az autójukkal. Anyagi károk is keletkeznek ezekből az esetekből a bosszankodáson kívül. Ezért már külön csoportot is szerveztek a szabálytalankodók ellen a legnépszerűbb közösségi oldalon. Szabálytalan parkolás Baranya, ez az a közösségi csoport, amit egy pécsi autószerelő műhely tulajdonosa hozott létre. Ide tölthetik fel a szabálytalan autósokról készült képeket a tagok. Több parkolót elállnak, olyan helyen parkolnak le, ahol hogy buszközlekedést is akadályozza, a napokban történt egy ilyen, a Szent István téren, lényegében ott ki tudja hány utas rekedt a buszon, amiért a busz nem tudott tovább haladni, az autót úgy kellett elszállítatni. Ez a kép készült erről az esetről, de a szabálytalankodók akár anyagi kárt is okozhatnak másoknak. Sok olyan káreseménnyel találkozom, ahol az ügyfeleink a parkolásból eredően szenvednek kárt, aminek az ügyintézéseit végezzük, és ugye ezek kapcsán úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy ilyen csoportot létrehozni. Jelenleg már több mint 1200 tagja van a csoportnak. Ez már a pécsi Vince utca. Itt mind a két oldalon állnak autók a tiltás ellenére. Házunknak neki is mentek, a házunk sarkának, úgyhogy le is tört egy kis rész a kőfalból, úgyhogy sajnos egyre tarthatatlanabb a helyzet. A csatornát is eltörték a háznál, jelenleg használhatatlan. Nagyon nehéz itt közlekedni, gyalogosan és autóval is, babakocsisokról nem is beszélve, mert ugye mind a két oldalt úgymond a járdát elfoglalják, mert arra állnak föl, hiába van kint a megállni piros tábla akkor is. Rendszeresen járunk ki a Vince utcába, a bírságolunk annak rendje és módja szerint. Mondja a közterületfelügyelet vezetője, de nem csak itt vannak problémák a szabálytalanul parkolókkal. Az egész város területén vannak ilyen anomáliák, ami fokozottan szembetűnő, ugye ez a belvárosi területek, forgalomcsillapított övezetek, a közvetlen szűk belváros, Perccel utca, Munkácsi Mihály utca, Gábor utca, Toldi utca, ez mellett ugye a Szent István tér, Janus Pannonius utca, amik fokozottan ellenőrzés alatt vannak, de itt mindig vannak problémák is. Mi is találtunk rögtön szabálytalankodót, aki inkább a járdára állt fel, ahelyett, hogy az üres parkolót használta volna. Tavaly a közterületesek 4103 esetben intézkedtek az autósokkal szemben Pécsett. 30%-ukat figyelmeztették, 70%-ukat megbírságolták. Gyertyagyújtással emlékeztek Csukás Istvánra halála napjának estéjén Balatonszárszón. A Kossuth-díjas író, költő a nyarakat a balatonparti településen töltötte, és aktívan részt vett a helyi közéletben. A róla elnevezett színház szívügye az önkormányzatnak, ezért most az elsődleges feladatuk a teátrum tovább működtetése és Csukás István szellemi hagyatékának ápolása. Én vagyok a híres egyfejű, a nevem is ennyi, csak Süsű. De én egyiket se bánom, egyfejűként élem a világom. Az egyik legismertebb és máig rendkívül népszerű mesefigura, Süsű megalkotója is Csukás István volt, aki már 17 évesen tudta, hogy költő, író akar lenni. A 60-es évektől kezdett el gyermekmeséket írni, és az első nagy siker az 1977-ben a televízióban is bemutatott bábfilm sorozat, a Süsű a sárkány lett, amelyet még két folytatás követett. Csukás István sosem pihent, még balatoni nyaralásai során sem. Bár akkor saját elmondása alapján nem ragadott tollat és papírt, csak az ötletek születtek meg a fejében a következő regényéhez. A balatonszárszóiak több évtizeden át találkozhattak a nemzetművészével a településen, bárhol, hiszen mindenhová gyalog járt és mindenkivel szívesen beszélgetett. Alakja a mindennapok része volt, találkoztunk vele a piacon, boltokban, a Balatonparton, sétálgatva, láttuk őt, ahogy árnyékos fák alatt hideg fröccsöt iszik,
igazi magyar karakter, a bajusz, a szemében csillogó huncutság, és az a mérhetetlen emberség, ami áradt belőle. Csukás István elvesztése megrendítette a szárszójakat, hétfő este gyertyagyújtással emlékeztek a róla elnevezett színház bejáratánál. A jelenlévők között sok gyermek is volt, akiknek egyik kedvenc mesehősük Gombóc Artúr volt. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret, a legjobban habozás nélkül fújta. A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét. Az emlékezők szerint Csukás István elvesztésével még fontosabb, hogy az ő életműve, életszemléleten nem erüljön feledésbe. Ehhez nagy segítség a róla elnevezett színház, amely évről évre számtalan színes program helyszíne. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Koronavírus miatt vizsgáltak ki egy szekszárdi angoltanárt, az iskola igazgatója cáfolja, hogy megfertőződött a Milánóból hazatért pedagógus. Családon belüli erőszak, az elmúlt hónapokban több családot kellett kimenekíteni Szekszárdon. Határtalanul, Torna megyében több mint 2000 diák vesz részt az állami programban. Holták fejlesztés, Bugyiszlón új családbarát partisáv épült. Csütörtökön eloszlik a felhőzet, kisüt a nap, de szeles időre készülhetünk. A legerősebb széllökések elérhetik az 50-70 km/órát is. Éjjel újra beborul az égbolt, hajnaltól szorványos záporok alakulnak ki. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!